Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta Besz ismétetlen is. Folytatom a My Little Pony Game Loft legújabbik eventjét. Ugyebár ez a Sound of Silence, vagy ahogy tetszik a Csend hangja című részről készült, ugyebár ez az, ami a Kininekről szól. Úgyhogy innen fogom folytatni az event részét, ahol elsősorban ezt elmegyek Ponyville-be. Méghozzá abba az okból kifolyólag, hogy kirakok néhány új karaktert, akiket megvettem, mert mondtam, hogy mindenképpen meg fogom őket szerelni, csak nem volt rá még lehetőségem. Ugye meg külön házban lakik. Értem. Aha, Rainshine úgy érkezik, mint Celestia. Hát csak tudnám, hogy mire fő. Na mindegy. Na gyorsan, hogy olyat fogok csinálni, emberek, hogy akkor itt kilépek, mert tudom, hogy ilyenkor mindig akadni fog a játék. És akkor gyorsan elolvassuk róluk a kiírást. Szokásomhoz híven. Nem ért meg. Tovább lépnénk a dolgokban. Először is akkor megmutatom, hogy ugye bár itt van az, hogy megvettem a összes bundle-t. Csak tudjátok, a szokásomhoz híven megmutatom, hogy megvettem. És még hozzá 90 gemet is vettem, csak az most nem tudom, nem jegyezte meg a játék, úgyhogy ezzel most nem tudok mit páron kezdeni. Na de, a gemeket azt abból az okból kifolyólag vettem meg, mert tudjátok, van egy pár karakter, aki nincsen meg nekem itt ebben a minek hívják azt, mondjuk ki együtt. A community szekcióban nincsen meg egy pár karakter, és azért vettem meg hozzá a gemeket, hogy meg tudjam őt venni. Igaz, hogy most csak egyet tudok megvenni, de még a későbbiek meg minden megteszek azért, hogy a következő karaktert megszerezzem. De most gondolom, akkor igen. Hát lehet, hogy mindig teljesen mindegy. Először nézzük meg ezt a Cool Kirint. Mit ír róla a játék? Már a természetes el tudom olvasni. After dampening her horn emotion, this Kirin found it a lot harder to convince her neighbors to buy her fruit, which is a shame because it's really tasty fruit. Hát nem teljesen tudom olvasni, de valami, hogy a szomszédjánál szokott venni valami gyümölcsöt, nem vagyok benne biztos, tehát félét és nehesség, csak tudjátok, a gyenge módtudásomban csak ennyit tudok elolvasni. Na, Rainshine. The leader of the Pelerius Peak community of Kirin, Rainshine, played a decisive role in the Stream of Silence incident, azt szerintem az a incident csak annyi, tehát incident, nem tudom, azt pontosan, hogy kell mondani. And will help her neighbors through its undoing. Undoing, szóval igen, hogy ő a, nem tudom, milyennek a helynek pontosan el, oda volt írva, magyarul nem tudom még, hogy van lefordítva, tehát, hogy ennek a helynek a vezetője, ugyebár a, és amikor volt ugyebár ez a incident, akkor ő csinált úgymond mindent. Hogy mondja, nem azt, hogy minden, de ő volt az, aki ebben az incidensben meghozta a döntését. Tudjátok, azon a téren, hogy tehát, hogy meghozta a döntését. Hogy akkor most minden Kirinnek, hát nem azt, hogy el kell hallgatnia, de tudjátok, hogy elkerüljük a problémákat. Na, szóval megvettem Petúniát. Mert ugye már neki is van feladata. Na, Petunia Paleo, this filly can't wait to be sent off to college.
Just itching to be a great paleontologist, tehát hogy nem tudom pontosan, hogy nem tud várni azon, hogy igazi paleontológus legyen. Na, search for incident botanical ingredients. Nem tudom, valami botanikus dolgokat kell keresnie 4 órán keresztül. Tulajdonképpen ennyiből áll a egész történet. Na, elsősorban Clutchtownba visszamegyünk, mert ugyebár innen indultam ki. Nem tudom miért itt, de tudjátok, itt hamarom. De van ez a dolog. Na, egy gyors újraindítás követően folytatjuk is a játékot, mert ugyebár pardon. Mint azt mondtam, igen, tehát hogy igazam volt, nem sokat néztem meg a következő feladatból, de azt már most megmondom, hogy tényleg olyan, mint hogyha az őzeknek csinálnánk a küldetés alát, mert hogy ez ugyanakkor, tehát hogy ugyanakkor készült, mint amit az őz, mint az őzeknél. Tehát hogy ugyanazt a feladatot kecseljék, nagyon tetszik nekem ez a töltőkép, mert azért, mert rajta van Autonom Blaze. Igen, tehát a legutóbb videóban azt panaszkodtam, hogy miért nem lehetett volna a kalauz pónit, vagy nem kalauz, de tudjátok, az állomásvezetőt miért nem lehetett volna berakni úgy, hogy ő legyen a community szekcióban az egyik ilyen karakter. Na mindegy. Szóval, történet szállatója, bár ott folytatjuk, hogy akkor Fettesálynak beszélnek ki, ugyebár Applejackkel, az volt 10 perc, előre beraktam, csak azért, hogy hallhassunk a küldetés sorral. Elkészültem, lássuk tovább a következőt. Szóval, are you out there? You... Are you out of your gourd, Fluttershy? We can't just stop the kittens from speaking and feeling. Igen, szóval lényeg az az, ugyebár azt mondja Applejack, amit helyesen mond, hogy nem, tehát hogy nem szüntethetik meg a kittenyeknek az érzéseit. Vagy mi, hogy are you out of your gourd? Ja, lehet, hogy azt kérdezi, hogy neked teljesen elment az eszed, csak nem ezekkel a szavakkal. Hogy sütni valód. Mindegy. Tehát, hogy nem szüntethetik meg a kittenyeknek a beszédét és az érzéseit. You are not thinking, Applejack, that you could turn into Nerik and destroy everything. What if it happened again? Igen, szóval, hogy ne, azt mondja, hogy nem tud gondolkodni, mert hogy a kirinek Nerik, Nerikekké váltanak, és mindent elpusztítanak. És azt kérdezi, mi fog törni, akkor majd legközelebb. If it does happen again, then, whoa, I don't think the kirin apprentice was arguing about this. They are trying to herd a me into the stream of silence. Jó, valamit elkezdett mondani, hogyha még egyszer ezt megtörténik, és félbe szakadtam mondani, mert azt mondja, hogy hogy nem igazán... Tehát, hogy a kirinek nem örülnek a párbeszédjüknek, és megpróbálják őket be... Tehát, hogy megpróbálják őket bele tuszkolni, úgymond a némaság vizébe. Everybody, every kirin, please, it was just a small disagreement. Friends have them all the time without dumping each other into stream. Jó, szóval, hogy minden póni, pontosan minden kirin, kérem, mi csak egy aprócska veszekedést, mi csak egy picikét veszekedtünk, vagy valami hasonló, ugyebár, amit a barátok csinálnak, és így nem szeret, igen. Tehát, hogy nem mindegy, hogy el akarják kerülni, hogy belekerülnek abba a folyóba, úgymond, vagy vízbe, ja. Hey guys, sorry I'm late, you never guess what just went down. Some squirrel broke me a bouquet of false breed flowers, and I was like, what? Anyway, anybody want their voice back? Jó, mondjuk ez nem így volt benne, de hát, hogy azt mondja Autonom Blaze, hogy beszélgetett néhány mókusa, és hoztak neki ugyebár ezt a világot, ami az ellenszernek számít, és hogy azt kérdezi, hogy van aki, vagy any pony, tehát hogy bárki pony vissza akarja kapni a hangját. Hát, lehet róla szó. Ugyebár, igen, ahogy gondoltam, na, boss fight, de tényleg milyen boss fight van? Mindenki lényegekkel közülük, mindegy. Tehát igen, 3 körből áll a harc, vannak itt ugyebár jutalmak, és időre menő jutalmak, itt van az, hogy
ezzel kell legyen, tehát hogy itt rábök, mert viszünk le az életreiből, itt van, hogy mennyi van jelenleg, és ezek itt adnak még pluszt. Ugye már, most rakjunk be egy kintbe, nem tudom, hogy Kirin az miért segít a Kirinnek. Ezt nem értem. Már itt úgy, hogy tehát a Kirin miért segít abban, hogy legyőzik a Kirint. Mindegy. De tényleg itt mi lesz? Ez nem is boss fight, nem is rendes főellenség harci, csak bemennek a folyóba, vagy a vízbe. Mi? Ez komoly. Ez nagyon, hát ez nagyon tetszik. Bemennek olyan normális, és kijönnek énekelve. Mi? Na, 33. helyen vagyok, az jó. Nem tudom, szerintem, bárkülönben nem biztos, hogy az gem termelő akar lenni. Mindegy. Hello? Jó, semmi. Jó. Mondjuk mennyi idő? Két óra még. Jó. Két óránként. Az mennyi? 187 értelők volt? Jó. Azt mindjárt kiszámolom, hogy pontosan az mennyi idő. Még egy aprócska dolgot itt meg akarok csinálni. Azt, hogy most végül is mennyi gemet kaptam. Ó, nem igaz. Nem kaptam meg a maxot. Mert csak 80-at kap. De lehet, hogy azzal is tudok mit kezdeni. Majd még meglátjuk. Mindegy. Elválik az még. A lényeg, hogy akkor most úgy tűnik, hogy megálltam abban a szekcióban, hogy most itt... Tehát, hogy most itt meg kell várni, amíg legyőzöm az összes kirint úgy. Ma nem az, hogy legyőzöm őket, de tudjátok, hogy itt... Na. Haladok a témával. Szóval akkor... Innen fogom folytani majd a következő okomba, úgyhogy mikor elkészülök vele. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, nézők a filmet és visszat a következő videóban, valamit, ahogy mindig is szoktam mondani, külön minden Brón és Pegasus testvérnek pedig külön Brúp és viszlát.